Üdvözlő minden kedves nézőt. Újra kicsit kíváncsiak voltunk, hogy kint most mit mondanak erről a meccsről, mert ugye mi elég hamar lezártuk, hogy Csekettő aztán most ő nyert. De viccen kívül ugye volt annyi szituáció, amikor ugye más csapat jöhetett volna ki jobban belőle ki, hogy mind az első, mind a második meccsen igazából. Ez már lehetne 2-0 is, bármelyik oldalra, függetlenül attól, hogy TSM hozta az elsőt, szóval ez kicsit, hogy így röviden zártuk le. De alapvetően igazából főleg a választások miatt mondja azt kint a külföldi csapat, hogy lehetett volna igazából ez úgy is alakul. Alakultak volna egy kicsit máshogy is a választások terén. Bjergsen Rice is ki van emelve, egyértelműen azért Favre végigvitte a meccsem. De én jó magam Pierce vagyok, és itt a mellettem a Nono ismét. Szia Nono! Szia! A mai nap első Bio 3-jának az utolsó mérkőzése fog jönni, egy most már mindent elöntő mérkőzés. Valakinek imára nyernie kell 2-1-re, vagy TSM, vagy pedig Immortals. De TSM-nek ugye még nyertes meccse a szezonban nincsen. Volt egy meccs összvisz. Igen, de azt elbukták, tehát ott még egy mérkőzés sem hoztak, tehát 2-0. És ennek köszönhetően nekik azért mindenképpen kéne a pont, még az Immortals kicsit jobban áll ehhez képest, de külföldön már megkapták a kaszterek a szót, szóval hamarosan bajnokválasztás fog jönni, ahol ugye lássuk, hogy lesz-e szintre tiltás, lesz-e a Rice tiltás, mi lesz a Kha'Zix sorsa, megkapja ezt Svenskeren, újra lesz érte párbaj, mert igazából Svenskeren sem volt rossz, és elvileg a játék embere az Oli volt, azzal a Morganával, nem tudom hány ezer lekötésének köszönhetően, megértem. Igen, egy-egy az állás, és kitérti arra, hogy most egy győzelem van az Immortalsnak, azért ne felejtsük egy hogy, egy Echo Fox-szal kellett vért izzadnia és 1-0-ról fordítania 2-1-re, miközben a TSM egy, én azt mondom, hogy jelenleg bitangerős Cloud9-nál kellett szembenézniük, akik nem mondom, hogy lesöpörték őket a pályáról, de nem tették olyan magasra a lécet, hogy megugorja a Cloud9 csapata. Viszont itt a két csapat nagyjából egyenlő erőt képvisel, és érkezünk is a tiltásival, mint választási fázisba. Úgy érzem, hogy Kha'Zix nem érdemel tiltást, ahogy eddig sem. Most is vannak fontosabb karakterek, akiket ki kell tiltani. Az Immortals nem fogja átengedni sem Camille-t, sem LeBlanc-t, sem pedig Rengart a TSM csapatának. És a tiltásai a TSM-nek pedig ugyanazok, mint az első mérkőzésen voltak, mikor vörös oldalról érkeztek. Fiora, valamint Syndra az első kettő. No, én azt mondom, hogy a Maokai is lassan érne egy tiltást azért. Megbevallom őszintén, azért Flame-nek köszönhetően többször állt egy helybe a Whiter-től. Márha sikerült pont olyan közelbe villanni hozzá, mert azért volt rossz villanás is egyértelműen. Megvédtek minket, no. Férfiak terén a kopaszodás egyik oka a tesztoszteron túltengés. Túlságosan férfik vagyunk, azt mondták. De tudod, hogy a tesztoszteron túltengés miatt agresszív is leszel? Ki mondta ezt? Valamit beleütöm! Renektonon gondolkodott Hauncer, majd Rivenendez, mint csak trollokodás egyértelműen. Persze a közönség az már kint megőrült. Nem. Végre nem a 15 karakterben az egyik, amiket játszanak. Viszont elhozták Maokai-t Flame elől, azért egy kicsit kellemetlen volt már Flame egy jó ideje. Tehát abszolút megértem. Nem is, ezt játsza. Abszolút megértem végül is. Kled. Ó, Csini. Csini minis. Na, nem lesz természetesen előre. Ó, Istenem. Elhozza Kodiszának a Varuszt végül. Flame. Lehet. Így van. Ezt ki is választotta. A Lee Sin elérhető akár csak Kha'Zix a mérkőzésen, de még Rek'Sai-ban is van potenciál. Inkább mondjuk Darduk-tól várnám, mint Svenskeren-től, az ő kezében jobban muzsikál ez a karakter. Elise egy kicsit kiebb esik a metából, így ő talán egy kicsit kevesebb eséllyel indul ebben a versenyben. De az is lehet, hogy a középső ösvényre Rice-t megszerzik maguknak, hiszen az is egy jó lehetőség. De Kha'Zix az, aki az Immortals csapatába érkezik ezen a mérkőzésen. Svenskeren valószínűleg Lee Sin-nel válaszol majd erre a választásra. De a Zira-S kombó is elérhető még. Talán most van az utolsó lehetőség arra, hogy ezt valaki elhozza még a tiltások előtt. Elképzelhető, viszont én szerintem Dárat nagyon boldog ezzel a kis rovarsággal. Lehet majd rovaroskodni. Na, nem mondom őszintén, hogy Alice már egyszer elmegettük a hét elején, a csütörtökön, már jó régen volt, azóta már, hogy lement három teljes nap ugye az LCS-ekben.
És tudni elég azért itt elmondjuk újra, a jövő héten most vasárnap is lesz majd európai LCS. Tehát aki azt hitte volna, hogy jövő héten csak 3 nap Európa lesz, az rájön majd arra milyen, amikor egy héten igazából kétszer annyi lesz, mint eddig nyáron valahol volt. Pontosabban európai LCS nap, nem biztos, hogy kétszer annyi meccs lesz, bár ha minden BO3-ig ki van használva, akkor igen. Valószínűleg. Bjergsen Cassiopeiát hoz az első meccsen egyik sorsdöntő nyakon hányása, üvöltése, sikítása, kövi dermesztése volt egyszerűen fenomenális. 4 embert sebzett Tarkon, tény, senki sem dermet meg, de a sebzés az horribilis volt, és ugye, hogyha már Bjergsen Isten király császánként farmol Ryzel, akkor ezt ilyen Cassiopeiával miért ne tenné meg ugyanígy, Popelter viszont Orianán gondolkozhat. Kha'Zix és Orianna nagyon jó kombót tud képviselni együtt, legalábbis a Goisti elhelyezésben. Nagyon jó vonzás hullám lesz az eredmény is, jöhetnek a tiltások. Miss Fortune jön ki az Immortals részéről, így Biofrost meg sem tehetni, ha szeretné. Zyrat sem engedik végül át a rostán. Kérdés, hogy még valamennyire belenyúlnak-e a felsősi választási lehetőségébe Flame-nek, mondjuk egy Nautilus kivágásával akár. Mert Poppy az nem volt igazából túlságosan veszélyes Hauncertől, nem érni, hogy Flame ezt elhozná. Karma. És még egy tiltás Nautilus, ha ma oké ellen természetes. És behagyják a Morganát. Tehát a player of the match volt Morgana. Tegnap is egy baromi jó Morgana volt ez igazából Litól, és behagyják, úgy vagy megy a TSM, hogy tegyed a kis pajzsére, de a Nautilus viszont cserébe kivágták, így Flame-nek azért jóval kevésbé CC dús karakter kell majd de választania. Nem jön majd a Poppy. Én megmondom őszintén, hogy nem hoztam volna. Én feladottam a Poppy-t, mint lehetőség, de én nem hoztam volna a Flame helyébe, de ámen. Csacsi is elhozta, nyertve lehet, szóval igazából itt minden lehet, csak az, amit én mondok. Kérdéses az, hogy milyen támogató érkezik a TSM oldaláról. Talán egy Lulu az, aki, vagy egy Malzett kivágták, úgyhogy Lulu az, akit én el tudnék képzelni ebbe a kompozícióba. Szóval nagyon jó az, amit a Immortals összehozott, hiszen mind Kha'Zix a beugrása és Orianna gólyával kombózhat, de ez ugyanígy igaz Poppyra és a felső ösvényről érkezve. Hogy a Wombo kombó lehetőségem már most ott van az Immortals csapatánál. Míg a TSM-nél masszívan a sebzésre mennek rá, ha sokáig eltart a mérkőzés, ez megint TSM győzelem lesz, ez teljesen egyértelmű. Tudtára. Hiszen mind Cassiopeia, mind pedig Ashe ott van, mint kezdeményezés szempontjából. Ó, köszönöm szépen Biofrost! Kivágták a karmáját, azt mondta, hogy oké, akkor halálos ítélet, nyüzes meg lámpás, és mehet a doboz. A Kolosszus Kurázsiának bevezetésével Thresh azért igencsak felerősödött a CC mennyiség, amivel rendelkezik. Szinte bárhogyan aktiválni tudja magán ezt a plusz pajzsot, és hogyha beugrik, akkor a plusz pajzs az mindig jól fog jönni számára. Elegendő tankossággal pedig majd a lelkekből nyert páncélzattal fog tudni felvérteződni, valamint a tárgyakkal, amiket megvásárol magának. Oli megint csak elhozza a Morganát. Az átütő nyilvesszők találati esélye így jelentősen megnőtt. Bár így, hogy nem Caitlyn mellett van, így ezért a csapdák a talápokon és tovább vinni a CC hullámot nem lehet maximum a végső képességével Varusnak. Az pedig azért kisebb, vagy nagyobb töltési idővel rendelkezik, mint akár egy csapda Caitlyn. És most nagyon sokan engem valószínűleg kicsikét utálni fognak ezért a kijelentésért, de nagyon remélem az Immortals fog nyerni. Elmondom, hogy miért. Na. Megkapta a Morgana a Player of the Match-et. Elkapta a Morganát Jolé imáron ebben az évben 4-szer. Mind a 4-szer nagyon fájdalmas volt. Ha ezek után valakinek veszes meccs kell ahhoz, hogy fölfogja, hogy valakinek van egy komfortos, erős választása, és nem cseszed ki a játékból, akkor idd meg a levét. Komolyan, csak ez egyedülnék, annak az Immortals nyerne, és Olinak megint a fenomenális játéka miatt nyerne az Immortals. Csak ezért szeretem a TSM-et, imádom Bjergsent, nagyon régóta követtem én is őket, még ugye még a magyar LCS elkezdési előttről is, tény. De most ebben a helyzetben ez a Schaller, most jön meg a TSM-nek, hogy megint a szezon végére lehessenek királyok, mert ilyenkor kell egy Schaller, de milyen is kimondtam, TSM, szóval el is áshattok, viszlát!
Tárgyválasztásban nincsen meglepetés, ez természetes, hogy Ereke Pajzsot vásárol Biofrost magának a trashére, a profi szcénában. Ezzel tud majd életerőt visszatölteni a lövészének, hogyha esetleg a piszkálódás, ami akár Morganától, akár Varustól érkezik, némileg visszatölthető. Jaj, de cuki! Macskád is ilyen hangot ad ki otthon? Az én macskám nem! Az rosszabb. Viszont Hauncer nagyon cuki, amíg fel nem pörkölik a felsős ilyen, majd Flame-nek köszönni. A Flame milyen jól működik a fa ellen, nem? Ez amúgy most nem volt rossz. Tőle. Igazából ez az... Meglepetés nincsen a kulcsmesterségeket tekintve. A viharos lendületet ki fogja tudni használni Cassiopeia, az ő sebzése bőven olyan, hogy 60% életerőt lecsippent egy pillanat alatt, és ez a bónusz mozgási sebesség pedig kihasználásra kerülhet, akár a gyorsítással együtt, akár nélküle. És ha objektumokra szeretne érkezni, akár a sárkányra, akár a Baron Nashorra a TSM csapata, az Cassiopeia miatt elég gyorsan olvasztható lesz majd. Kíváncsi vagyok, hogy nagyobb hangsúlyt fektet nekem, mint az eddigi mérkőzéseken, mert eddig az volt megfigyelt, hogy inkább az Immortals csapata próbált meg kilépni mind a sárkányra, mind a baronnasorokra. És ugye már ha maga a Thresh és Morgan a kompozíció, akkor ugye majd amikor egyszer a Pajzs tényleg meg lesz Ulinál, akkor a TSM Biofrostjának az összes létező képessége az úgy konkrétan ki lesz nevetgélve egy jó pajzs használatával, de persze a csapat hazban egy kicsikét máshogy fog tudni ez alakulni, mert mindenkire pajzsot nem fog tudni helyezni Oli. DSM mindig megkapja ugye a szavazati előnyt, és a fanok bíznak a DSM teljesítményében, jó a Csere Vájtörtültől, szépen követte le azt a kis pici nyúzást. Hauncer és Flame a kettes szintér küzd, ami ezért Hauncer áll közelebb. Tehát igazán meg is lódulhat igazából nyugodt szívvel. Flame lesz hamarabb kettes, majd Hauncer szintén. Nem lesz komoly a párbaji valószínűleg egymás között, a pajzs felszerelése pedig biztos. Flame picikét nagyobb sebességbe kapcsolt. Szép a lekötés Olitól. Én mondtam, én nem akarok tényleg most a utálatos ember lenni, de nagyon szeretném, ha most az Immortals nyerni, és nem azért, mert utálom a TSM-et. Olnak a Morganát szerintem nagyon erős, és nagyon meg kéne becsülni azt, hogy valaki... ez pontosan az, mint van a Faker, ugye a Faker, úristen, hát a Fakernek a lány testvére lennék, akkor is szerelmes lennék belé, mert annyi jól játszik, van neki nagyon jó karakterei, meg amivel megnyer minden, nem adják neki oda. Fakernek kiharcolta X év alatt a Prestige-ét. Orinak elég kéne legyen két nap is kiharcoltassa magának a Prestige-et, ezt még fogom emlegetni, bár valószínűleg mindenki tényleg messzebben szeretne küldeni. Jó alá a zsítélet. Dárdáknak az ugrása jó, majd villanni kell. Növény tökéletes használat. Immortals módra. És sikeres lopás mellette még. Amire Svenskira nem maradt. Pöppet. Azért nézzük meg, hogy mit kellett ezért beáldozni. Ott van egy gyógyítás Koditól. Olitól mind a két idézői képessége, valamint Dardok villanása. Ezért mindössze egy kifárasztás, valamint egy Bjergsen gyorsítást kellett felhasználni, ami összességében, ha jól látom, 5 a 2 idézői képesség csere. Mindenképpen úgy érzem, hogy sokkal jobban járt ezzel a TSM csapata, még akkor is, hogyha az ő vörös szeder hát erősítésük ott landolt Dardokon. Ettől függetlenül nagyon szép volt a növény kihasználása. Svenskeren pedig jön. Fogadatlanek villanása van, nem szeretne villanni, de ha egyszer muszáj, My body, tell me no! Ez mindig pont fordítan, de... Igen. Annyira éreztem most, hogy bennem van az énekkaros teljesítményem az általános iskolából, hogy... Buktál? Most még kell mindent lelőni előre? Miért nem lehetne ezt kicsit később még fellőni majd? Poénnek, vagy mondjuk beszélgetni róla. Na mindegy, nem lapot. Akarsz beszélni a Nem akarok beszélni róla. Mindig is botfülem volt, hiába zongoráztam. Valamikor régen. Hauncerre érkezik közben. Oly, de szép volt! Két ember egyszerre kínál meg Hauncerre felütéssel, csodás. Csodás játék. Utolsó manájából használta igazából ezt így el. Pont jó. Pont tökéletes. Ha ránézünk egy kicsit arra, hogy a farmok hogy állnak, akkor azt látjuk, hogy
Minimálisan ugyan, de minden egyes pozícióban a TSM tud vezetni. Az első sárkány egy hegysárkány, amely az objektumokra bónusz sebzés biztosít az adott csapat számára, aki ezt le tudja szedni. Vélemény szerint a TSM járhatna ezzel jobban, hiszen nekik kellene egy Cassiopeiával jobban figyelni. Akár a szurdok hirdökére is, bár elsősorban inkább a sárkányokra a játék korai szakaszában, később pedig akár egy korai baron Nashor Dardok. Találkozó. Dardok ugye ezt még nehezen bírja. A Malkyra mindig azt mondjuk, hogy lehet belőle full tankot építeni simán, de azért van egy kezdetleges csinos kis sebzése neki, ami azért nem lesz soha sem gyengé. Próbált ebbe írizni képesség nélkül. Júj! Micsoda análvarázs! És az első gyilkossági Svenskerehez vándorol neki, ez egy jó induló pont lesz. Tökéletes visszatasni ugye a lopott vörösért cserébe. Próbált ebbe nemrég villantották el ketten, tudták, hogy ide minden mehet. Pont azt áldozták be, amit már egyszer elperzseltek Dardokék ugye a lopás közben. Van körülbelül ugyanannyi idéző képességet, de megérte. Visszajátszás. Igen, Hunter most nagyon a bóklászásra adta a fejét ezen a mérkőzésen. Villanását felhasználja arra, hogy bemenjen, kifele már nincs rá szükség, nem kap elegendő sebzést a toronytól. Hárman pedig könnyűszerrel be tudnak fejezni, ugye a hetedik percben egy Oriannát a középső ösvényen, akinek végső képessége még nem volt elérhető, így megfelelő CC-vel nem rendelkezhetett ennek megakadályozására. Az Istenők könycsepét megvásárolja már Cassiopeia, és valószínűleg majd először a mélység jogart fogja megvásárolni, hogy ellenállása legyen Orianna sebzésével szemben. Viszont túlzásban nem kell vinni a májkus ellenállás építését a TSM csapatának, hiszen Orianna az egyetlen, aki ezzel rendelkezik. Jó, ott van még egy Morgana, de azért támogatóként nem fog jelentős mértékű sebzés kiosztani, tőle a CC lesz a sokkal fontosabb. Az átütő nyílveszél pedig sebezője Cody Santól, sebezni is fog, de azért Whitehead-nél van bőven előny, ez köszönhet azért a tisztes távolságtartásnak, és a Thresh elég veszélyes tud lenni, Olinak kell lereagálnia majdnem minden egyes érkezés majd Biofrosttól, csak ugye a legnagyobb pikantírja az egészben az, hogyha azt mondja Biofrost, hogy azt hiszi majd úgyis Oli, hogy én majd rámegyek a lövészére, de mivel azt hiszi, hogy a lövészére megyek, ez a lövészét teszek pajzsot, de végül nem a lövészre megyek. Túl gondolod. Hanem Olira. Pedig ilyen agytekervény párbajok szoktak menni általában az LCS játékosok között. Sújtás párbaj Svenskeren nem lehet benne legyőzni. Vagy pedig nagyon ritkán kifárasztál Svenskerenre, villanása van éppensége, ki is kell villania. Zárja az utat végig. Hó, vonzás hullám, Popelter! Bjergsen be! Kevés. Hát persze még ez nem az Orianna sebzés, amit majd várunk tőle. Meg a varázs ellenállás ugye az már van elegendő Bjergsenen. Hazatérés viszont nincsen egyelőre sem Svenskerennek, sem pedig Bjergsennek. Dardok ezt megakadályozta. Kiment a gyorsítás a Popelternek ennél az akciónál. Bjergsennek kellett válaszolni a sajátjával erre. Itt pedig csata lesz a vörös szeder hát erősítésért, és itt felfedte a területet, de nem fogja tudni ezt Dardok ellopni. Rálátása viszont van Svenskerenre, és nem hagyja annyiba a dolgot. Nyakába ugrik! Jaj, és ugye Svenskeren már egyszer egy meredek szituációból kijött, ugye víranással, és az is, jaj, de szép Istenem, Hirisang, te vagy az! Dardok ugye el is ugrott neki, nincs már semmilyen menekülése, Bjergsen pedig, ha nem is tökéletesen, de lemérek fogaszta végül ezt a Dardokot, ami neki egy jó, kellemes, kecses gyilkosság lehetett volna, de cserébe csak egy támogatás jut neki. Biofrost, ha már villan és húzigál is egy jót, akkor hadd kapj meg ő a gyilkosságot, teljesen megértem igazából a hozzáállást. 1200 arany előnye a TSM-nek van. Hozzátenném, hogy az elmúlt két meccsen általában nem a TSM kezdett jól. Most viszont ők. Flame el tud jönni a hanghullám elől, köszönhetően a gyorsításának, hiszen az áltatos jelenséggel ő ezt is kap. Itt viszont... Ez két emberes, adok, kapok. Hú, de ez... Tehát... Ott még van pajzs, nem van nincs. Van még pajzs, már nincsen, és Bjergsen miatt közre zárják Flame-et. És Bjergsen végre a beígért gyilkosságot legalábbis általam meg is kapja. Visszajátszás érkezik, hát. Nézd meg, Dardok, mekkora távolságot villant.
semmit. Tehát ezt egyértelműen ő rontotta el, itt utána már egyértelmű volt, hogy meghajt. Ment az alaptámadás Bjergsen-től, Belfrost alaptámadása viszont gyorsabb volt. Tehát aki, úristen, mit villantam, te jó ég, nem ez az első ilyen megnyilvánulása. A Baron lopásnál is hasonló fejet vágott, mint most ennél a villanásnál. Hibák vannak Dárdok teljesítményében, de összességében nem nyújt rossz teljesítményt sem ezen a mérkőzésen, sem pedig a BO3-as széria során. A Sárkányra pedig továbbra sem lépett ki egyik csapat sem. Rálátást viszont az Immortals csapata szerzett a suhanó sutyerák eltakarítására. Igazából Dárdák villanásához csak annyit fűznék hozzá, legalábbis én Dárdák védelmébe szólnék, hogy egy Biofrost ilyen nekifutásból villanás és azonnal halálos hitület már el volt nála tervezve. Ugye erre kell egy reakcióidő Dárdaktól, aki már réges jött a menekülni akart, és már futásban volt, és már igazából senkit nem látott jönni körülötte. Tehát ő a kis térképen föl villanó, berepülő Biofrostra, aki már halálos ítélve jött, reagált rá valahogy, nem ment elég messzire az egér, és próbált gyorsan reagálni, de én szerintem az én reakcióm annyi lett volna, hogy halad, behúzod villanás elhasználás nélkül, szóval így Dárdák szerintem Dárdák nagyon jól csinálta, hoppá, csak kevés az idő reagálni rá, és megkapja az áldást, Cody Sam White-tört ült, és jön Hauntzer, júj, az csemege! Hauntzer pedig is be is gyűjt a gyilkosságot, White-törtől majd fiderődik később, gondolta ezt igazából a fa, ez pedig akár első torony is lehet, hogy a Dárdák a közelben van, és azért még Oli is itt lehetne a közelben, de 2v4, az 2v4, az igazából 4v2. Ez bizony első torony a TSM javára az a gyilkosság mellé. Itt még ki lehet dobni egy facsemetét, nehogy valaki érkezzen a dzsungelből, és ez hegysárkányt is kell, hogy jelentsen a TSM számára. Hazafele menet még el lehet hozni ezt az objektumot is. Ez pedig a bónusz sebzéssel egy nagyon korai Baron Nashort jelenthet majd akár a mérkőzésen a TSM javára. Elég akár egyetlen egy dzsungelest kiszedni hozzá, hogy fordulhassanak, akár már a 22.-23. percben is. Egy sárkány, egy sem mézvirágot is még begyűjti Bjergsen. Teljesen kellemes, ugye az alsóösvény döntése után azért eléggé megnyíltak a lehetőségek, visszajátszás érkezik is. Itt látjuk, Biofrost-szal menne a kezdeményezés, a lámpással maga mellé hozza Biter-töt, hogy az izolálás miatt kevesebb sebzés legyen. Itt még a pajzs miatt nem lassókodik, de itt egyértelmű volt, hogy meg fog halni. Hanszer talán ezt meghagyhatta volna Biter-tölnek, de természetesen abból sem lesz probléma, hogyha Hanszerből a 18. percre lesz szőlhetetlen tank, nem a 40-re. Tehát azt mondanám, hogy itt az volt az igazán nagy momentum, hogy úgy próbálta magát menteni Biofrost Kha'Zix-szal szemben, hogy maga mellé húzta a lövészét, miközben Flame fog három emberrel szemben Flame-nek villanása lenne. Kapott azért egy szép adag kis pajzsot a mesterségnek köszönhetően, meg a saját kis pajzsának is köszönhetően. Az mellé, és jön Svenskeren is. Mi ez a Flame Hate? Kérem szépen, minialak tessék arrébb menni, senki nem érkezik a védelmére. Oli a középső és milyen taxizik. Pobelter farmol, Dárdák nem tudom mit csinál, Cody Sam pedig nincs itt, ez pedig mindent a kezdve, most már halál is, rugás is van rá, tuti ami tuti, Flame ég. Svenskeren tudja végül elhozni egy gyilkosságot, megint csak Whitehurt-től elől hozzák ezt el, az ahogy ott maradt, Flame effektíve védeni a tornyot Bjergsen. Júj, viszont szépen csúszás, a kővé dermesztés ki sem tudott jönni Bjergsen-től, a Dárdák kétszer lépett vissza. Ugye ne talántán jönnek kővédelmes, és akkor neki ezt benyalnia. Nagyon szép játék, ugye attól függetlenül a Bjergsen nem villant, és nem dermeszel, és nem gyorsított semmi. Mert gyorsítása még nem volt, de nem tudott semmit reagálni rá. 5-2. Kicsit egy szép idet az Immortals, de megint csak Pobelter az, aki ugye a tornyot üti. A 3-0-ás TSM torony döntése, ugye kell is rá valamit reagálni. Jön Svenskeren és Biofrost, rugás még nincsen. Jó halálos hitelet Pobelterre. Sebzés is van, az örszemugrás nem volt tökéletes, mert a sebzés még megkapta a Svenskeren, így bele is halt. A csere 1-1, az pedig egy lekötés Olitól. Olitól. Oli. Elhoz egy gyilkosságot az Immortals csapata, majd ezt egy másodikkal le is követik. Úgy látszik, hogy végre kiértek az öltözőből a srácok, ugye 15. percre ideje volt.
Flame 0-2-es teljesítménnyel a felső ösvényen, ideje lenne most már neki is kivennie a részét a történet. Biofrost megint egy villanásos, halálos ítélettel érkezik, de elkapja Varus a sebzésével, Svenskeren fejezi be először, majd utána látjuk, hogy a Hunter totál elpozícionálva érkezik, Dardok kapja a gyilkosságot, és nem lehetett már a lámpást elérni, hiába volt hozzá közel Hunter, a lámpással pedig őt húzzák, mert na így kellett volna az előbb is használni, épp lehetősége nem volt rá, minionokat elhozza ebben a pillanatban, 3-1-jel megindult Dardok Kha'Zix-szal, és mindig pedzegetjük, hogy Kha'Zix ére tiltást, nem, sokkal fontosabb karakterek van, akiket tiltani kell, de mérkőzésről mérkőzésre bizonyítja, hogy akár még érdemelhetne is. Pokori sárkány, amire be fog szavazni a TSM biztosan, egy ingyen körre, ugye 4000 az aranyelőnye, körülbelül jó indulattal a TSM-nek, szép volt Oli kábítás elővaló kilépés, a nyilvesszőre már nem volt elég energia arrébb lépni, Viarozen nem is annyira látta ennek az érkezését, kicsit gyorsabban repül a nyíl, mint a csapda. Hát... a negyedik tornya lenne a TSM-nek, hogy most már eléggé fájdalmas lenne ezt elveszíteni az Immortals-nak, mert egyre kevésbé van kilátás a felemelkedése, ugye ebből a bukott döntő tornyak számánál. Nem, a felemelkedés az egy másik játék. Tudtam, hogy bele fog szólni. Pedig annyira jó volt. Ay, no. Egy lövész pozíciót, ha megnéztük az aranykülönbségeket, majdnem 2000 a két lövész között az aranykülönbség. Kettő! És ez azért a tárgyakban is megmutatkozik, miközben Hunter és Flame. Most mondhatjuk, hogy cicaboxolnak a felső ösvényt, ez a Miaukai. Cicabox! De cuker! Viszont érkezik Dardok. Ilyen Dardok, akivel kevésbé cuki, gyere ide! Fa! Hadd éljelek meg! Igaz, a felütés még jó, de kérdés, hogy Dardok megkaphatja a killt. Nem, Flame is akar ölni. Hallod, itt most akinek el kéne jobban feedelődni, azt nem feedelik el. Tényleg Flame-nek az első gyilkossága volt, neki van miből visszadolgozni lemaradását, de megint csak ott van a torony, ami be is dől. Het, be is dől. És a lámpás is jó. 4-0! Tornyok száma kezd nagyon felül kerekedni a TSM a pályán. Hát ez így elég kellemetlen az Immortals részére. Dardok 3-1-es. Az Orion a végső képviselő, és szerintem most már sebez is, ha Bjergsen vagy Wildturtle mellett lenne, de mélységi jogarkezdés Wildturtle. Majd ki is emelti el, és ugye abszolút jó döntésnek tartom. Egyrészt ugye maga Orianna ellen is, meg hogy Unblock Oli sem fog keveset sebezni túlságosan, legalábbis ha nem muszáj. Ugye ezért valljuk be, hogy neki a folytonos köpködéshez, fokozáshoz, futáshoz, lekövetéshez, helyezkedéshez azért kell miből valahogy tűrni és védeni a pofonokat. És az első tornát a Flame elegánsan oda megy, azt leüti. Ha sokáig elhúzódik a mérkőzés, már pedig miért ne húzódna el sokáig, a TSM-nek rengeteg lehetősége van felülkerekedni az Immortals gárdáján. Az Immortalsnak rövidre kéne zárni ezt a találkozót, de egyőre nem látom a potenciált, most más kiremment Oli, mint arra Biofrost számított, nem látom arra a lehetőséget, hogy akár egy gyors baronnasort hívhatnának a 20. perces éledésnél, vagy akár most a pokoli sárkányra jobban tudnának fordulni, hiszen a TSM-nek van pozíciója, hegysárkányjal rendelkeznek, és már fordultak is. Zónázni is tud Bjergsen, tudja tépni ezerrel a sárkányt, sebzése bőven lesz rá, Maokai is tud zónázni a kis szeplingjeivel, kis facsemetéivel, és el is hozzák ezt a sárkányt. Ó, Flame-et megrángadják picikét. Mint a csajbunyóban. Ettől függetlenül még éppenséggel hát annyira nem sínylette ezt meg. És igazán azért javítanám, hogy igen, Bjergsen, akinek mélységi jogara van. Flame! Flame ugye... Oh, két emeles elüldés és Dardok mellé ugri a kövédermesztés sem jó Bjergsentől, de villan Flame-ért gyógyít Kodisan. Mindenki túléli. És Svenskeren, aki két szint hátrányban van Dardokhoz képest, egy csemete, Dardok villan végül, fordul rá Hunter, jön Oli! Mellé a lekötése. Hát egy lámpás, hogyha valakinek kéne, mondja Biofrost, tessék, vigyétek, lássék. Wildturtle meg, hogy valahogy kéne leleszenne minionokat, ugye még mielőtt az Immortals túl mélyre érkezne. De meg a második tornya az Immortalsnak.
már kevésbé reményvesztett a helyzet, ugye? Egy 4 perccel ezelőtti szituációhoz képest, és ugye most már őrzemek is lesznek. De nem sokat javult egyébként. Nem, de valami csaktán. Két torony, de cserébe elbukták a pokoli sárkányt, ami azért elég fontos lett volna az Immortals számára. Ráadásul a következő sárkány megint csak egy hegysárkány lesz, és él már a Baron Nashor is. Érkeznek is az Immortals-os pingek, hogy a Baron Nashort azt nagyon gyorsan őrszemezzük, srácok, mert az ellenfél csapatában ott van bizony Cassiopeia, és rendelkeznek már hegysárkánnyal, valamint pokoli sárkánnyal. Nagyjából egy fél perc alatt tudnák eltakarítani ezt az óriás őshüllőt. Igen. Viszont a TSM-nek az is teljesen rendben van, hogyha a mérkőzés halad előre. Közben egy kis kommunikációs hiba, két észlelő őrszem is kihelyezésre került ugyanabba a bokorba. Tehát várhatnak, amíg elhoznak esetleg még egyet. Lekövetés Olito a Dárdák, lekövetés Morgan a pajzsal. Igen. Itt pedig sokat akart a Sarka, mindenképpen el akarta takarítani az őrszemet Biofrost úgy, hogy tudta, hogy rálátás van, és a közelben volt Dardok, akinek sebzése, pláne van 3 gyilkossággal, és bevásárolta már a fekete hasító bárdot is a harcos kiegészítése mellé, ez pedig bőven elégnek bizonyult egy támogató játékos eltakarításához. Visszatérve arra, hogy a sárkányok megszerzésével a TSM a csapat kompozíció miatt is erősödik, és ha gyorsabban tud hozni akár tornyokat, akár objektumokat, a számukra mondanom sem kell, hogy mennyire kedvező lesz. Az Immortalsnak nem szabad semmiképpen sem ezt a második hegysárkányt is átengednie a TSM-nek. Na, ugye elértünk ahhoz a ponthoz a játéknak, ahol egyre többet lesz majd csoportos matyizás mind a két oldalról, a megfelelő csapat harc. Méhes, kimondom, valaki beleköp a Baron Nashorba, rá, és Oli volt az. Ezért dicsértelek, haver? Hogy köpködjed a Baront? Ó, értem én, hogy egy gyík. Tehát nem ekkora. Le kéne köpni. Na de 6-6. Haunce pedig nyugodtan tolhatja az ösvényt. Ő az elég tankos. Flame nem bírna vele egyértelműen 1v1-ben. A teleportok ugye adottak mindkét felső ösvényesnél. Ugye 4v4-es helyezkedés lesznek majd szemtanúi. Illetve, hogyha valamelyik felső ösvényes tank azt mondja, hogy okay, let's go. És valahogy zárjuk össze az Immortals vagy TSM játékosokat. Azért próbáltam ennek a golyóira vigyáznék. Egyrészt csak kettő, egyrészt ugye mindenképpen egy fontos vonzás hullámra kell majd valahogy erősíteni a csapat harcokban az Immortals gárdáját. És a White Turtle végső képességekre azért mindig kell figyelni, mert az, ha most 5 emberből rossz Morgana pajzs kihelyezéssel 4 emberből valamelyik benyalja, Kha'Zix, Orianna, Varus, Morgana, úgyhogy nincs rajta, hogy Morgana pajzs, az halott. Az biztos Isten, hogy halott. És ez egy olyan erőség lesz, ami innentől kezdve most már végig a TSM gárdaja mellett lesz, mint lehetőség. A játék késői szakaszára még a TSM mellett szól az is, hogy másfél-fél tankkal rendelkeznek, hiszen Auncer teljes mértékben tankos, míg Lee Sin, valamint Thresh is ilyen fél-fél tanki karakternek mondható, míg a túloldalt egyedül Poppy az, aki ebbe a kategóriába sorolható, mármint a tank kategóriába Pacs! Kezdeményezik. Új, Istenem, Istenem, Oli! Hát esküszöm, hogy szerelmes leszek! Haunce, pontosan már vagyok, Kodis! Ohoho! Svenskenem még le is rúgja magára a Dardakot, és ki is villan elegánsan! Angolos távozás! Egy Korisan Tarko után! Azt a mindenit, nagyon kevesen múlott az a villanás, de kicsit korai volt, így a hanghullámmal Svenskeren még átjutott a falon, és be tudta fejezni Kodit. Ha egy icipicivel később villan, jó a helyzet. Pont a lövész lökte el, ugye Flame így nem volt sebzés a toron, a vonzás hullám pedig, hát mint a innek egy pofon. Úgy kb. Semmit sem, ilyen előtt balra, aztán ennyi, de a sebzés megjön, ugye Vájtörül ismét ide ér a torony mellé. Így megint egy toronnyal bejebb a TSM, és megint egy T2-es toronnyal bejebb. És jön egy hegysárkány fél percen belül, de a Baron Nashor is él. Ó, csipi-csapi csapdanat, Flame volt amaszt, Hali, öntök a garatra. Ez nem rímelt, és sehogy sem volt jó, de megvan a Flame, és 40 másodpercig nincsen vezér egyéniség az Immortalsnál. Hegysárkány tuti jön a TSM-nek. Ami megint csak ugye plusz sebzés, mind Baronra, mind Toronyra, mind mindenre! A Baronra. Talált a Baronra. Igen. Bár a kristály nyilvesszével nem sokat ér ebből a szempontból.
És amit kiemeltünk, hogy az Immortalsnak egyáltalán nem szabad hagynia azt a második hegysárkányt, ez nem történik meg. Ez nagyon sunyi lett volna, de itt természetesen nem tud az Immortals csapat a Baron Nashort hozni. A hegysárkányt viszont Svenskeren leszólózza, így a másodikkal is rendelkeznek. Most már a 26. percbe lépve a visszajátszás során pedig azt látjuk, hogy miként is történt. Nagyon szép volt még önmagában a pajzs, Kodira pedig be lehet találni, majd le lehet kötni, és itt egy icipici, utána kellett, nem is tudom, hogy ért utána. Nem, ráugrott már Svenskeren, láttad? Olyan jó, hogy nem csak ébredek néha beszédhívás, amikor fáradok. De nem, ott volt egy villanás, egy pillanatra azt hittem, hogy ő villantott, de Svenskeren kifele villantott, Cassiopeiától ment ki talán a villanás, nem, Biofrosttól ment ki a villanás. Hát egyszerre nyomják el, csak azt nézem most. Persze, volt egy villanás, annyit láttam. Bio, meg Bjerge, meg igazából Blauncer, meg Vajtörtül, nem? Meg Biofrost is. Ők is, mindegy. Hát Svenskeren már ráugrottam kám, és utána bocsánat, villant el Kodisan. Ennek ellenére még Svenskeren valahogy ott termett mellette, és be tudta fejezni. Érdekes volt egy kicsit így a játékmechanikai szempontból. A lényeg az, hogy egy gyilkosság meglett, és ki is tart jönni még Svenskeren. Csak kihoztad magad belőle, és abszolút a jól helyes elemzések tartom. Baron Nashort köpköd, Vajtört, illetve inkább minionokat, azokat nem, de őrszemeket mellette. Ugye a sárkányoknak köszönhetően a TSM-nek jelen pillanatban egy jó helyzetben körülbelül 10, max 14 másodpercen belül meg kell lenni a Baron Nashornak. Biofrost nagyon szeretne halálos ítéletet helyesen landolt tatni az Immortals valamelyik játékosán. Próbáltál a felső ösvényen, Master G-t játszik is, csak az ösvény tolás, más semmi képességet nem is kell használni. Az ötlet jó volt, hiszen két emberre is jó lehetett volna, hogyha Dardok abban az irányban menekül az ugrásával, őt is eltalálta volna, és a visszafele érkező Pobelter is egy remek célpont volt, bár nem biztos, hogy sikerült volna lekövetni, hoppa, itt viszont jó volt a végső képes. Őrszem ugrásával pedig tipli is van Svenskerennek. És akkor most igazából életerőben elvileg jobban az Immortals egy Baron Nashorra, de megmondom őszintén, hogy igazából ekkora hátrány van, még azért óvatosan kezdeni csak úgy jolóban neki a Baronnak. Tény, hogy megint telnek a percek. Már eddig volt két 50 perces meccsünk, erre rá is zoomol kint nekünk egy fantasztikus rájöttös kolléga, hogy megnézik jó közelről az, hogy ez most itt mi. Ó, szép volt, letaposta Hauntzer a pajzsot, hogy ezt ne tudja felvenni Flame. Ők itt soha büdös életben nem fogják megölni egymást, erre ne legyen kétségünk. Kazix sem fog ide érkezni, hiába az alsó ösvényhez közel tartózkodik. A békát hoz haza, megy vásárol kicsit. A Baron Nashorra pedig egyfolytában kell őrszemet rakni az Immortals csapatának. Ezt próbálja egyfolytában takarítani a TSM. Na, Oli, sikerül elhozni? Dehogy sikerül. Azért persze, ezt nem Svenskeren elegánsan ki is jön a dobozzal. Dobozza, bocsánat, lámpás használatával. A Biofrost szolgáltatott számára. Svenskeren pedig indulna meg Dardákra. Oli nincs a közelben, nagyon szép Dardák mozgás. A végső képességével be is trollkodott még a végére amúgy, nem tudom láttad-e. Kis gyors tinci-tánci. Igen, viszont kellett a végső képességét használni, a bónusz mozgás sebességnek köszönhetően tudta elkerülni a kristály nyilvesszőt. Végső képességei nincsen Vajtartelnek az elkövetkezendő nagyjából egy percben, kezdeményezni ezzel nem lehet majd. Addig a TSM elformulászik, kicsit megtolja a szélső ösvényeket. A felső és a középső ösvény megtolása lenne a legjobb. A TSM számára így a Baron Nashorra lenne jó pozíciójuk. Viszont az őrszemek egyfolytában kihelyezésre kerülnek Olitól erre a területre. Pedig szép a lassítás Biofrost rakodit, így nem lehet elkapni. Svenskeren pedig nagyon, de nagyon gyorsan szedi a kis patáit. Abban a gyors kötözővel használt új típusú szandál, papucs és zokni kombóban. De a Baron Nashor ugye él, tehát a minden őrszemezés, őrszempusztítás az ellenfél jungle-ében most sikert fog majd előbb-utóbb szolgáltatni. És a gyengébb rálátásnak köszönhetően csak a messzelátó gömb, ami elegendő segítséget nyújt. A lebuktatásban nagyon közel volt az a halálos ítélet, de sajnos nem sikerül, jó a sebzés, Flame. Kit küldünk el, jó a végső képesség, ugye elsősorban Vajtörtütől, de nem a legjobb célpontra. Hauntzer megindul, hátul Kodi nincsen, fókusz, lő, Biofrost kifele villan, rugás sem jó Svenskerentől, mi történik itt közben, ez sok-sok hiba, és Oli meghal végül, ember előnyben a TSM, köp,
köp. Bjergsen Cassio Peja egyetemen sebez Flame-re is. És ember előny van most a TSN-nél. Ráadásul ugye Olli nélkül, igen. Rugás ugyan nem lesz, de még van egy nagyon fontos kővédermesztése a Bjergsennek, amit nem kellett elhasználnia, ami egy beérkező játékosnak a megállítására jó lesz. Elvileg CC közben van a sújtása, még azért persze Dárnak próbálkozhat, és a vonzás során nincsen, de van egy jó kis labdávé Pobelternek. Később állat Bjergsen, te Jézus! Na ezért ő Bjergsen! Bevállalja, túlvállalja, megcsinálja, és elsétál. Úristen, mi volt az a sebzés Bjergsentől? Mind a végső képessége, mind pedig a méreg fogak kiérkeztek, és utána pedig a méreg vitte el Kodiszánt. Nagyon szép volt egyébként Maokai mozgása, itt figyeljük ma a kis térképen, teljes mértében Kazikszat kizárja, hogy esélyen ne legyen beugrani és ellopni ezt az objektumot. Kodira pedig magáért beszél. Még a villanás is kijön, minek? Értelme nincsen akkora. De itt pedig a kristálynyi vesző vakon találja Flame. Hát azért jönnek rá egy páran, egy Svenskeren, egy Wildert, egy Biofrost, amíg hátul az jön egy Hauncer is, Flame pedig űrangyal bukta, Dardak és Oli itt van, szépen érkezik mindenki, Bjergsen pedig a felső ösvényen van, ne felejtsd el, de Kodi sincsen itt. Ki jön ebből Flame? Nem hiszem, hogy sokan elhitték volna azt, hogy Flame ebből még élve ki fog jönni. Szépen fölzárkozik az immortált. Hát ők nagyon siettek, az biz Isten, Kodi is megjön. Bjergsen pedig a felső ösvényre egészen a középsőig szalad. Minden ösvényre picikét megtol, aztán megy tovább. Az előző csapatharcban az ott a legnagyobb probléma, hogy mind a két középső ösvényes egyből a támogatót tudta megsebezni, hiszen a méregfalak egyfolytában Olira érkeztek, őt sikerült is befejezni a TSM részéről, míg Biofrost kapta meg egyedül a vonzás hullámot, és ő nem a megfelelő célpont erre a képességre, azért ezzel el lehet takarítani akár Vitert, akár Bjergsent, és ezt lekövetve pedig aztán végképp eltakarítani a földszínre az egész TSM gárdáját. A következő sárkány majd egy felhő sárkány lesz, ami igazából egyik csapat számára sem ad mérvadó erősítést. Flame-re beugrani nem lehet az állhatatos jelenlétnek köszönhetően. Négy emberrel pedig a felső ösvényen megy a TSM csapata, inhibitor tornyot szeretnének hozni. Fél életerőt már sikerült lekapni, miközben Maokai középsőt osztogálja. Hopp, azt talált Kodira! Pancs kijön azért. Kodi-tól picit késve, de megjön a hanghullám mellé Svenskeren, de előbb-utóbb bedől a toronyban, romlás lánca is mellé. Nagyon sok képesség most már nincsen elérhető az Immortalsnál, és Kodiszának manája sincsen. Haza kéne sétálgatnia, ez pedig inhibitor lesz. És viszonylag könnyen a TSM látszik. Kicsikét azért felszívta magát. És amikor az a meccs, amit ők kezdenek el jól, azt nehezebben tudják elbukni. Persze volt már a példa. De nehezebben tudják elbukni. Ez a meccs most kicsit jobban kedvezett számukra. Főleg az elején volt 4-0-ás torony előny sokáig, és a jó pár ezer arany előny mindig megvolt a TSM javára Immortalszal szemben. Jön a drón. White Turtle felfedezi jó felderítőként a pályát. Pobeltenek van vonzás hulláma, de már torony nincs a feneke alatt. Svenskeren jön, Flame szintén, az alsó és ilyen Hauncer dolgozik a minionokon. Baromma sor erősítéssel ugye együtt. Ami mind szép és jó. Ez a tökéletes barom kihasználás egyébként. Igen. El tudtak hozni egy inhibitort, a középső ösvényt, alsó ösvényt megtolták. Akár fordulhatnak is a sárkányra. Teljes mértékben a dominancia TSM oldalán ott van. A kompozíciójuk egyébként is nekik jobb a játék késői szakaszára, amit már mondhatjuk, hogy elértünk. Erre a pontra, amikor legalább mindenki négy tárgyal rendelkezik, a cipőjét is beleszámolva. Vajtartól pedig le fogja szólózni ezt a sárkányt, hogy 6 perc múlva érkezhessen majd az ősi sárkány. Nem vagyok benne biztos, hogy olyan sokáig el fog tartani ez a mérkőzés. A TSM mind tornyokban, mind aranyban, mind gyilkosságokban és sárkányokban, baronokban vezetni tud az Immortalszal szemben. Igen, most jóval sok mindent gyűlt össze náluk. Hogy a játék minden elemében felül tudja múlni. Igen. Ellenfelét a TSM. Igen. Igen. Még azért félteném Pobeltennek egy véletlenszerű sikeres Oriannáját. Ez most súnya lesz, de Pobeltennek sohasem volt túlságosan jeles az Oriannája. Mármint nem az, hogy rossz volt vele, de nem tudta érvényesíteni azt, ami igazából benne van.
Ez igazából a kompozíción is múlik, azért mégis egy tankban és négy sebzésorozóban kimerül az Immortals kombója, míg azért a Svenskeren is tankos, és trash már majdnem, hogy tank, mint hogy tankos, Hauser tank. Kicsikét több a tanknak TSM-nél, ez igazából sokkal jobban lehet zónázni, az, hogy Pobelter jó helyre dobhassa a Ghostit, egy jó vonzás hullámot. Az, hogy ő valaha is Mindtört vonzás hullámmal megölhesse, vagy eltalálhassa, arra az esély elég csekély. Egyre a TSM ostromolja a középső ösvényt, és egyszer sem láttam még jó kombót, akárhogy Kha'Zix beugrik a gömbbel. Biofrost, ő meg fog halni. Sikerül ellökni Hauncert, de ez még csak 1-0-ás erő összességében. De elmagadott a játékos, mert nem a világ vége, míg a felső ösvény nem betörtek a minionok. Kop-kop. Megint a vonzás hullám csak a támogatóra jött ki. Erről beszéltem, hogy összekombózni akár Poppival, akár Kha'Zix azt a vonzás hullámot még egyszer sem sikerült, pedig ezen áll vagy bukik az Immortals kompozíciója jelenleg. Hauncer bármikor el tud menni váltott ösvénytolásra, őt megölni nagyon nehezen tudják, több embert kell áldozni erre, ha egyáltalán meg tudják, de mivel van már felhősárkány, ha másra nem is erre kitűnő, hogy Maokai el tudja jönni, lassításra is rendelkezik. Dardok egy kicsit megkóstolja a cicát, de sokkal többet nem tud vele kezdeni. Két inhibitora dölt már az Immortals csapatának a felső, valamint a középső ösvényen. Őrszem van a bázisukon, bármikor akár teleporttal is érkezhet Maokai, és a környéken is van még négy őrszem, melyekre lehet érkezni. Bjergsen egy az egyben pedig szerintem jelenleg... Talán Kha'Zix tudná befejezni, de benne se vagyok biztos. Érdekes volt az, hogyha már emlegetett Kha'Zixot, hogy... Dárnak milyen fajén kemény, vagány srácból kiugrik, kicsapja a csöcsémőt a Kha'Zixot az ösvényre, a menekülő Hauncerrel szemben, aztán megjön Bjergsen, halad, mint a nyúl. Inkább nem. Szóval azért hiába 4-1-2-es a Kha'Zix, ő hamar zsemenne egy csapat küzdelembe, megfelelő, hát hogy is mondjam, helyzet nélkül fabatkát sem fog érni. Maradjunk ennyibe, Györjön a golyója nélkül, nem ér semmit. Hát nem. Ha elég szoros kapcsolatot jelent igazából kettejüknek, hogy Kha'Zix nem működik Orianna golyó nélkül. Most jelleg ez a helyzet. Hauncerék megtalják a középső ösvényt, hogy erre reagálnia kelljen az Immortalsnak, miközben az alsó ösvényen hoznák el az utolsó inhibitort védő tort. Megint bukott romláslánc. Cody Santol nem talált, ez pedig szomorú, és Hauncer kezd betörni oldalról, mint a talajvíz. Aparanuna! Jön a TSM! És a felső ösvény, nézd meg, jön egy csomó minion, már megint, középen jön már megint, alsó ösvény, nincs már megint torony. Sokkal megint, de hát megint itt van a TSM konkrétan, és ugye vállalni kell most már egy pár bajt. Menjen! Szép volt, ez tény is való, de Hauncer mindeközben, hogy mindig állja a sarat, benn van Flame. De minek? Sebzést nem okoz, Bjergsen üti, inhibitorbe fog szépen lassan dőlni, Flamebe csúszik, majd visszább léphet, Bjergsen még éppenséggel él, Cody hátul nincs még bajban, bevillan végül Hauncer, megúta a barát a TSM! 2-0-ás, majd 3-0-ás csere! 38 perc! Az! Amikor a TSM azt mondja, hogy meguntam a banánt, meguntam a várakozást, a litty-lotyit, a tutyi-mutyit, bevillanok, bemegyek, azt kinyírom az Immortals. 2-1 a TSM-nek. Elhúzták, de szépen felébredték, ahogy illik. Itt az utolsó csapatharcban több gyönyörű megmozdulása is volt a TSM-nek, remélem lesz visszajátszásunk. Az, ahogy Maokai a Poppy végső képességet figyelmen kívül hagyta egy egyszerű rácsúszással, az, ahogy Cody-t nagyon szépen Lee Sin visszarúgta, az, ahogy az Immortalsból Orianna egyszerűen kivillant a képesség elől, zseniális teljesítmények mindkét oldalról. A TSM sokkal jobban felépítette ezt a kompozíciót, ami a játék elejétől a végéig szépen lépcsőzetesen felépítve hozták meg a győzelmet számukra. Mind a sárkányokra fektetett hangsúly a Cassiopeiával, amire számítani lehetett, majd utána a Baronna sorra való kilépés, amelyet villámgyorsan tudtak eltakarítani, a váltott ösvénytolás, valamint Whitehurtnek köszönhetően a gyors toronyelhozatalok, amiből az aranyelőnyüket meg tudták alapozni, és hiába feedelődött Kha'Zix, hiába kapta meg a gyilkosságokat, az Immortals kompozíció, hogy Oriannával majd megoldjuk, ahogy beugrik Kha'Zix, vagy akár Poppy kezdeményezés ott a golyóval, majd valahogy elkapjuk őket, vagy visszaküldjük Hauncer, vagy Poppyval. De Morci!
Ha nem véletlenül. Hú, de most. Flame elküldi a carry-ket, akár a midest, akár a lövészt és a támogatót a csatából, és így 3-5-elni vagy 4-5-elni szituációkban megpróbálnak nyerni. Ezek sem valósultak meg, és az, hogy Orianna a végső képességét kétszer is csak Biofrostra tudta kivitelezni, az hatalmas hiba ebből a szempontból, és sokkal jobban játszotta meg a TSM azt a stratégiát, amit kieszeltek, az Immortals terve pedig nem volt megfelelő, nem volt jó a válasz a TSM kompozíciójára. Próbálom még egy-két ilyen orritós hangot kivenni, hogy ki mit akar mondani, de hölgyeim és uraim, nagyon szépen és nagy tisztelettel szeretném kijelenteni, a TSM-nek megvan a nyertes meccse összességében is most már, és azért akarok kicsit belemenni és tovább gondolni a következő mérkőzésre egy pöppet, hogy most látjuk azt, hogy Immortals mit csinált az Echo Fox Hatternap, szépen lassan, de nyert. Láttuk, hogy az Immortals itt azért adott el egy meccset, mondhatni, vagy inkább nem nyert meg egy meccset, aztán megnyert, aztán pedig most megint nem nyert. Az Immortals nagy nehezen, de alul maradt a TSM ellen. A TSM azért nem voltam magabiztos most ezen a meccsen, azért ezt így valljuk be szerintem, így mindenki között, hogy a TSM ez most nem a 100%-os TSM volt. Ebben a BO3-ban, vagy itt az utolsó mérkőzésen? Az egész BO3-ban, bocsánat. Úgy jó. És itt most jó volt. És most jön az a Cloud9 majd, aki a TSM-et így főd alá, konkrétan. És most akkor megint el lehet gondolkozni azon, hogy a Cloud9 lesz, akkor ezek szerint így levonva túlerős, vagy a TSM még a tegnap még korán volt, ma pedig már ilyen szó-szó. Nagyon várom azt, hogy a Cloud9 is mondjuk ilyen, hogy ilyen vadállat új Dignitas kombináció ellen mit fog csinálni a Cloud9, mert Dignitas most nagyon erős volt. Nagyon. Azért mondtam tegnap is, hogy az LCLG-s kettük az most már idénre jobb, mert szerintem a Dignitas nagyon erős csapattan állt most föl, és a Cloud9 erősége, és amit láttunk már tőlük, az szerintem bitang jó meccs lesz. És ehhez képest akartam most összemérni azt, hogy most láttuk ezt a TSM-et, tegnap is, meg ma is. Láttuk, hogy mit csinál a Cloud9, és akkor most tegyük össze azt, hogy mit fog csinálni a Cloud9 egy erős Dignitas-szal szemben. Vagy nagyon durva 2-0-t fog csinálni a Cloud9, amit nem hinnék, vagy egy erős meccs lesz majd valószínűleg. Viszont kicsikig visszakanyarodom még a TSM Immortals meccshez. Na, az első meccs ugye 50-valahány perc volt, 50-53, valami ilyesmi. Na, az a meccs volt az, ami igazából inkább lett volna döntetlen. Szerintem az volna a legjobb választás, mert volt ott igazából többször is ilyen X pobelter, pobikázás, Better a Nexus-t, ugye Rise videógrása is többször, ott végig előnyben volt az Immortals, a TSM csak kullogott az Immortals után, aranyban, toranyban, mindenben, hátrányban volt. Aztán akadt a lehetőség arra, hogy a felső ösvényt nem tolta vissza az Immortals, ezért a TSM ugye hiába harcolt lent, vagy össze-vissza, mentek a minél szépen, és előbb-utóbb ugye inhibitor döntögettek. És ennek köszönhetően azért az Immortalsnak ugye előbb-utóbb sok-sok elhibázott ostrom miatt elbukták azt a biztos pontot, hogy nekik a bázisuk még azért egy helyben áll. Elbukott, onnantól kezdve minden borult, még a Billy is. Így az Immortals elbukta azt a meccset, amit igazából nagyon hamar szépen fölépített, de ahogy a TSM építi föl a nyertes meccsét, azt viszont foggal körömmel nem engedik el. Tehát ez a különbség az Immortals a TSM között a mai nap folyamán ebben a BO3-ban, hogy a TSM, ha előre tesz szert, akkor úgy látszik, hogy tud nyerni. Eddig magabiztosan, ha tesz szert előnyre. Még a másik oldalról az Immortals gyerek hibája is volt tavaly, hogy hiába vezetnek, hiába királyok, képesek elbukni. Ezt mondjuk Huni is többször demonstrálta számunkra. Ráadásul idén nem királyok. Igen. És ennek köszönhetően szerintem a TSM ebben továbbra is erős lesz, hogy a higgadt előnyt, ha megszerzik, akkor kicsikét jobban megy, mint hogyha nekik igazából egy sózás elég lenne ahhoz, hogy teljesen rosszul tudjanak játszani egy ilyen vesztes meccsben, mindig nehezebben állnak föl. Ugye annól még három éve például a Fnatic volt ebben jó, hogy hiába voltak előnyben, a végére mindig elbukták. Általában. De körülbelül itt erről a BU3-ról, szerintem. Nagyjából. Mi azért fogunk tartani most hamarabb egy kis szünetet, mert ketten leszünk a következő BO3-ra is. Egy gyors kaja. 5-6-7 percre gyorsan betömjük. Aztán pedig érkezünk a Cloud9 Dignitas mérkőzéssel, ami szintén BO3 lesz. 2-1 van. Lesz még meccsünk hátra. Lesz. Egy gyors pihenő, aki itt marad velünk, annak mindenkiben respekt, és köszönjük szépen. És jó pihenést. Hozzatok a kücsiket, nasikat, kajákat.
Vegyetek levegőt, azt ugye mindig, hogy frisset is. És akkor egy 10 percen belül legkésőbb itt vagyunk a következő Bianas mérkőzése, addig is sziasztok!